Új külsővel és megújult belsővel várja majd a vendégeket a Julia fürdő. Június óta zajlik energetikai korszerűsítés Nyíregyháza kedvelt fürdőjében. A homlokzati felületek hőszigetelést kaptak, új nyillászárók kerültek beépítésre, napelemes rendszerrel egészült ki az elektromos hálózat, valamint a főépületi lapos tető hő- és csapadék vízszigetelésnek cseréje is megtörtént. Az úszoda teljes légkezelő rendszere, illetve a termálvilág és az öltöző légkezelésének vezérlése és csövezése is megújult, de korszerűsödött a fogadótér és az úszoda világítási rendszere is. Ami nagyon fontos változás, hogy közben sajnos nagyon olyan előre nem látható problémával álltunk szembe, itt a tetőszerkezetnek a előregedés, ami miatt egy intenzívebb beavatkozás volt szükséges. Ez alapvetően a vendégeket nem érinti, olyan értelemben, hogy nem kényelmi funkció, hanem lényegében csak a tetőszerkezetnek a élettartama meghosszabbításáról szól. Viszont miközben ezek a beruházások zajlottak, igyekeztünk olyan kényelmi funkciókat is, vagy magát a funkcionalitást is kiszolgálni, és már az esztétikai érzékünket, hogy a új burkolat például a termálvilágban, új szaunát épített, a szauna belsejét teljesen átépítettük. Itt mögöttem lévő medencének az újra burkolása, a 25 méteres medencének a teljes újra burkolása 1982-ben épült hozzá ez a úszodatér a Julia fürdőhöz, 1982-es csempék voltak benne, nyilvánvaló ezeknek az újra burkolása megtörtént. A Julia felújítására egy 189 millió forintos pályázatot nyertek, valamint plusz önkormányzati forrásra is szükség volt. Összesen több mint 250 millió forintot költöttek a beruházásra. A belső részlegeken túl a külső medence is megújult. A vendégek kérésére két nyakzuhannyal bővítették. Összességében azt mondom, hogy egy energetikai beruházásnak indult, és egy nagyon komoly ráncfelvallás lett a vége. Örülök neki, hiszen ezek a beruházások mindig a használhatóságának az élettartamát növelik meg ennek az épületnek. Ezt a tetőszerkezetet egyébként, amely a fatartók, azok még 1982-esek, amikor épült, azok jó állapotban vannak. Hála Istennek meg tudjuk őrizni az utókornak, úgyhogy hát várhatóan 50-60 év múlva kell majd hozzányúlni. Bízom benne, hogy olyan így riportot fogok adni önöknek. Az úszoda medencéje új csempeburkolatot kapott, a termálmedence és a váltófürdő körül megújult a járófelület, valamint teljesen új faburkolatot és ülőrészt kapott a nagy szauna, illetve a falfelületek festésére is sor került. A Julia fürdő október 31-én, szerda reggeltől újra várja vendégeit.